22-én, május 22-én kezdték a vizsgázást egy írásbelivel, ami országos szinten ugyanabban az időpontban, és ugyan olyan vizsga volt, tehát minden lótenyésztő vagy belovagló szakos iskolában. Ott is lóhasználat, lóismeret, versenyzési ismeretek, egészségügyi ismeretek, az EU-val kapcsolatos ismeretek, gazdálkodási ismeretek, tehát maga az írásbeli is egy nagyon komplex vizsga volt. Ugyanez ment a gyakorlatin és a szóbelin is, ami most nem olyan régen ért véget, éppen nálunk gyakorlati vizsgával kezdtünk, egy szintén 5-6 állomáson voltak a gyerekeink, mindenhol húzni kellett tételt, és itt a kocsi ismerettől kezdve, tehát a gyakorlatban is a lóhasználattal, a lovaglással, a hajtással, a alapvető állategészségügyi ismeretekkel gyakorlatban is számot kellett adni. Ez volt az első napon, majd a második, harmadik napon pedig a vizsgabizottság előtt szóban újra ezekből a tételekből vizsgáztak. Nagyon szép számmal végeztek. Most a tavalyi 16-hoz képest most 24 lótenyésztőnk végzett nappalin, 5 belovagló tanulónk végzett szintén nappalink, és 6 lótenyésztő szakos hallgatónk végzett pedig esti, illetve hát levelező tagozaton felnőttek. Kimondottan felnőttek voltak. Először felvezetik a lovat, úgyhogy rajta van a patkó. Megnézze a kovács. Tehát a patkórnába vezetjük a lovat. Igen. Utána a régi patkó levétele. De még a patkórnába vezetés előtt meg kell nézni a lovat mozgásban. Tehát mozgásban megvizsgálja a kovács is. Lovat, hogy nem sárdít, de nem billene valami. Mozgásban való vizsgál, igen. Nagyon szép eredmények születtek, 4-es, 5-ös. Itt azért főleg kiemelném a felnőtteket, tehát az esti, illetve a levelező tagozatunk az kimagaslóan a szóbelit, főleg a szóbeli vizsgákon kimagaslóan teljesített, 4 egész fölötti átlagot produkált. A nappal is diákjainknál inkább a gyakorlati rész volt a erősebb, tehát az 4,5 fölötti volt, még a szóbeli, illetve az írásbeli vizsgák azok kicsit úgymond gyengébben sikerültek, tehát 3,5-3,8 között volt az átlag. Éppen most mennek az kiértékelések, tehát ezért nem tudok még konkrétumokat mondani. Hát gyakorlatilag minden diákunknak megvan már a munkahelye. 4 tanulónk itt marad a Ménes birtokon, ők azonnal állást kaptak a Ménes vezetőtől, Rombover Tamás úrtól, de a többiek is a Lázár testvérektől, vagy éppen külföldre mennek dolgozni, minden gyereknek megvan a helye. 9 lótenyésztő tanulónk az itt marad még nálunk, és folytatja a tanulmányait, mert belovagló szakon szeretnének még végezni. Amúgy pedig, ahogy mondtam, Németország, Írország, Anglia, illetve Magyarországon pedig hát a Lázár fivérek, Bakótpusztára, Kalocsára, különböző helyekre mennek. Folyamatosan érkeznek az igények a lovardáktól, sajnos már nem tudunk. Minden gyereknek megvan a munkája. Tovább kell növelnünk a létszámot, illetve a hely igény is tovább nő. Ahogy lehet hallani talán itt a háttérben, nagyon intenzíven dolgoznak a munkások, tovább bővítjük a kollégiumot, 40 fővel 20 darab kétszobás ágyat kell beállítanunk újra, tehát nő a kollégiumi létszámunk. Most jelenleg 96-an vagyunk, de 123 fő már jelezte, hogy szeretne ide járni a továbbiakban is az iskolánkban. Igen, felfutás van, de azért előre kell néznünk, mert
ahogy a tapasztalatokból azért ismerjük, egy felfutás után jön majd egy stagnálás, és egy majd egy kicsit lefelé fog szállni ez. Reméljük, ez évek múlva fog, ezért gondolkodunk más szakokban is. Mindenféleképpen a patkoló kovács szakmának már most megvan a központi programja, és azon dolgozunk, hogy ezt jövőre be tudjuk indítani. Nem mondtunk még le a versenylovas képzésről, a zsokkéi képzésről. Ott is előrehaladott tárgyalásaink vannak Írországgal és Angliával, ahol azt szeretnénk, hogy a diós pusztára építve, a helyi profi zsokékra építve, illetve a kinti diospusztai ménesvezetővel együttműködve az utolsó fél évet, hogyha ezek a zsoki hallgatók kint tölthetnék, végül is az úgynevezett a lovaglás őshazájába, vagy hát a versenysport őshazájába, Angliába vagy Írországba. Abszolút nem állunk rá. Egy az, hogy a 11. évfolyamunknak ugye 4 hetes összefüggő gyakorlat van, folyamatosan be vannak osztva a gyerekek 8-9 fővel, tehát az egész nyarunk be lesz osztva, és itt vannak, tehát mindig lesz ügyeletes, mindig vannak szakoktatóink lesz, illetve nagyon sok csoport jelezte, hogy meg szeretne szállni itt nálunk, tehát ezekben az időszakokban is kell valamit biztosítani, tehát létszámot, gondokot, egyéb kiszolgáló személyzetet, illetve lovastábort szervezünk, június 26-án kezdődik az egyik, és július 10-én kezdődik a másik, ahol nem a mennyiségre, hanem itt is a minőségre helyezzük a hangsúlyt. 27-30 gyerekkel, teltházzal megvannak ezek a táborok, nagyon-nagyon sok lovaglással, nagyon-nagyon sok kiegészítő programmal, szívfonástól kezdve a batikolásig, és egyéb bábjátékosok jönnek. Tehát kimondottan azt szeretnénk, hogy az itt lévő gyerekek egyetlen percük sem legyen úgymond szabad, hanem az, hogy mindig valamilyen forgószínpadszerűen tudjanak dolgozni. Vagy kézművességgel foglalkoznak, vagy lovagolnak, de értelemszerűen a lovaglásra helyezzük a hangsúlyt. 3-4 oktatónk ott lesz a lovardában, a fedett lovardában, szétválogatjuk a gyerekeket kor szerint, nem szerint, lovas tudás szerint, tehát folyamatosan megy a lovasoktatás. Emellett pedig a ménesbirtok területén belül, ott a központi udvarban pedig mennek a különböző foglalkozások. A legjobbakat ki szeretnénk küldeni ezek után is, illetve hát kint is vannak a diákjaink. 5.-6. hónapot fejezték most be, januárban mentek ki. A Németországból, Levici Ménesből megérkeztek a diákok, 2 hete, és ők bekapcsolódtak itthon a munkában. Angliából július 1-én érkeznek, éppen megyünk értük, ugye fogadjuk őket a pozsonyi repülőtéren. Írországból pedig július 20-án ők a Kulmori Ménesnél vannak ki, ők ide érkeznek Budapestre. Megyünk értük, ugye az első információkat mi szeretnénk mindjárt tudni róluk, bár folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a kinni szakoktatókkal, illetve a ménesvezetőkkel, és meg is fogjuk látogatni még az írországiakat július 16-án. Egy 3 napos rövid látogatást, a szakmai látogatást utazunk ki Kulmorba. Tovább szeretnénk építeni a kapcsolatot, erre meg is kaptuk a lehetőséget, és mindenhonnan az a visszajelzés, hogy nagyon-nagyon meg vannak elégedve a tanulóinknak gyakorlati tevékenységével. Kis gondunk a nyelvvel van, úgyhogy erre nagyobb gondot kell fordítani akkor, amikor elkezdődik már szeptemberben az intenzív nyelvi felkészítése a gyerekeknek. Ezt be kell látnunk, hogy itt hiányosságaink vannak, tehát ezt pótolnunk kell. Szépen.